Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata? A második kérdés, hogyan érzi magát? A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de én hiszek abban, hogy nincsenek véletlenek, tehát az sem véletlen, hogy te éppen most ezt a videót megtekinted, de megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam, mint mindig, 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. Ez a hegy lehet egy hegyvidék, egy kirándulás, vagy ott szeretne élni, és ez a kasza jelent olyan döntéseket, ami olyan hirtelen jön. De a kasza el tud vágni bizonyos dolgokat, mint például ezt a hegyet, ami jelenti azt, hogy gondjai vannak, hogy töpreng valami felett, de ez most elmúlik, hiszen a kasza eltávolítja ezeket a gondolatokat. Az is lehet, hogy vállófélben van, és itt ez a hegy utalhat a problémákra, a nehézségekre. Vagy lesz munkahelyi változás, hogy felmondtak neki, és ezért töpreng azon, hogyan tovább, és hogyan alakulnak majd a dolgok. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot kettőtök között, visszatér hozzád, keresi a kapcsolatot. Itt a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, nőiességedet, vagy azt is, hogy lesz kapcsolat, és megajándékoz téged, vagy egy ékszerrel, vagy egy virágcsokorral. Amennyiben itt munkahelyi dolgokról van szó, mert felmondott, vagy felmondtak neki, akkor itt látható, hogy szerencséje lesz, mert a gyűrű jelent új szerződéseket. És hogyan viszonyul hozzád, hogyan közeledik? Itt a csillagkép utal arra, hogy minden úgy lesz, ahogy itt a csillagokban meg van írva, sőt, ez szerencsét is hozhat. Itt ez a kereszt jelenti a hitet, vagy azt, hogy a sors utatok kereszteződik, vagy kereszteződött, tehát ez a találkozás nem volt véletlen. Minden úgy alakul, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva, ahogy ez a csillag képekben meg van írva. Mi köt össze benneteket? Itt látható a könnyűség, a szabadság érzete, tehát ezek a problémák elmúlnak, lesz közeledés, vidámság, és lesznek beszélgetések. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!